Én 2010-ben kerültem ide, hogy itt dolgozzak. Ennél az orfűi malmoknál, amit akkor még Malom Múzeumnak hívtak. A Malom mindig is egy központi hely volt, ha nem is elhelyezkedéséből, de funkciójából fakadóan. Érdekes, tehát annak idején ez két falurész között volt így a falvak közti senki földjén, és ma sincs körbeépítve, tehát erdő vesz körül minket. A legrégebbi rész az a vízimalom, és a hozzátartozó lakóépület, a Molnárház, a nyári konyha, a malompince, és most is ez a magja ennek a kis komplexumnak. Ezt ugye múzeumként 70-es évek óta lehet megnézni, nem sokkal később, 74-ben ide hoztak egy másik malmot, Mekényesről. Ez egy száraz malom, egy régi lóhajtású malom. 2010-es évek elején jött a gondolat, hogy egy újabb, egy harmadik malmot fölépítünk itt. Ez 2017-re épült meg, ez a papírmalom. Itt egy papírkészítő műhelyt nyitottunk el. Papírt ma is használunk, sokféle papír, de a rongypapír, ami a középkor és a koraújkor papírja volt, az úgy eltűnt ugye, a köztudatból is, és hogy ez hogy készült és milyen intézményben készült. Ezt Magyarországon elég kevés helyen lehet megnézni. 2017-ben megépült a fogadóépület, amit garatra kereszteltünk, ugye a malomnak a szája a garat, ahova bekerül az anyag, hát nálunk az emberek érkeznek ide a garatba. A legtöbb programunk a hagyományokhoz kapcsolódik, az év jeles napjaihoz. Itt a malmoknál nagyon fontos témákhoz, ugye az aratáshoz. Csúcspontja a nyárnak az augusztus 20, ami államnapítás, ugye Szent István ünnepe és az új kenyér ünnepe is. Számunkra itt a malmosoknak ez egy ilyen jó kis sztori, és kötődünk ehhez az ünnephez. Többféle kenyeret készítünk, számos csoport jön ide. Bemutatjuk nekik, hogy hogyan készül hagyományosan a kenyér. Kézzel dagasztjuk a teknőben és a fatüzeléses kemencében megsütjük, és akkor a végén hazaviszik a gyerekek a kenyeret. Ez egy nagyon fontos misszió most már szerintem minden ilyen pajta helyszínnél, hogy a helyi közösségnek adjon egy helyszínt, és annak a közösségnek, ami minket azért talál meg, mert valamire vonzóak vagyunk számára. De ez másik irányba is működik, tehát olyan programokat szervezünk, amik látszólag távoli vidékekről, nem csak földrajzilag, hanem az élet más területéről érkező embereket is itt összehozza. De csak készülj föl, addig én megmutatom a gyerekeknek Budát. Tessék! Itt van. Ugyanez a török korban van, de az ne zavarjon bennetek. Úgyis alsó tagozatosok vagytok. Na. Nem feltétlenül egy ilyen romantikus nosztalgiát akarunk mi sugározni, hogy ilyen volt a régmúltban, és ezért itt van néptánc, meg népzene, hanem mindezek a dolgok, amik megjelennek, önmaguk jelenlétével bebizonyítsák, hogy funkcionálisak, használhatóak. Ugyanúgy, ahogy egy régi malomtípus, egy papírmalom ki tud szolgálni nagyon magas minőségű termékekkel, csomó embert manapság, akiknek van igénye rá, ugyanúgy a programok tekintetében is tudunk az embernek adni egy olyan kínálatot.